az országos tendenciával megegyező mértékben változott, 4%-kal nőtt a jelentkezők száma az idei felvételi a Nyíregyházi Egyetemen. Ez több mint 3300 embert jelent, akik közül többen több szakot is megjelöltek, így a jelentkezések számában már 5,2%-os az emelkedés. Első helyen pedig több mint 1800 írták be az egyetem valamelyik képzését, ezek népszerűségét tekintve idén sem történt változás. Motel 35 perc című műsorunkban az intézmény oktatási rektor helyettese. Ebben az évben is az összjelentkezői létszámot nézve a pedagógus képzés nyert, ugye a 43%-át teszik ki. Na most a pedagógus képzési területet úgy kell elkezdeni, hogy ebben benne vannak az óvodapedagógus alapszakra jelentkezők. Az idén is erre a szakra jelentkeztek egyébként, a legtöbben 251 jelentkezést mértünk. Ez már a harmadik ilyen sikeres éve az óvodapedagógus alapképzési szaknak. Szintén kedveltek a csecsemő és kisgyermeknevelői, valamint a tanítói képzések, ahogy a szlavisztika és a repülőmérnöki alapképzés is. Utóbbira olyan sokan jelentkeztek első helyen, hogy nem is biztos, hogy mindenkit fel tudnak venni közülük. A többi mérnöki képzés is népszerű, a járműmérnöki szakra háromszoros volt a túljelentkezés. A felvételézőket valószínűleg az is motiválja, hogy a közeljövőben BMW jár épül Debrecenben. A duális képzések keretében egyébként sok közeli cég az egyetem partnere. Ezekhez a jelentkezők célirányosan pályáznak. A jelentkezők egyénileg jelölték meg a felvi területén, hogy ők mely céghez szeretnének menni az adott szakra jelentkezve. Előbb fognak találkozni a céggel, és a cég választja ki őket, és majd csak a pontszámítás ezt követően kerül rögzítésre a felvében, tehát itt még nincsenek adataink, hat szakterületen, hat szakon indultunk most is a duális képzésben, hát reméljük a legjobbakat itt is. A következő években új szakok is indulhatnak a felső oktatási intézményben. Az oktatási rektor helyettes ezekről még nem árult el részleteket. Azt azonban kiemelte, hogy ezek kiválasztásakor figyelembe veszik a munkaerőpiac, illetve a megyében és a régióban működő cégek igényeit.